Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hogy hova tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket, és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Ezzel a húsvéti örömhírrel kívánunk mindenkinek, minden jó szándékú embernek áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket.